Na, sziasztok srácok, üdv mindenkinek, folytassuk a Dark Souls Remastered végigjátszását. Az előző részben megjártuk a Norlondót, és ugye mivel megöltük a két bosst, ugye Smogot meg Ornsteint, és beszéltünk fent a Princesszel, megkaptuk tőle a Lord Vesselt, aminek segítségével most már tudunk warpolni, ami nem tesz más, mint tudunk gyors utazni a bonfire-ök közt, illetve három utat megnyitott nekünk a játék, ami az egyik az lent van ugye a lávás területnél, a másik az lent van a katakombákban, ugye Nító felé, illetve a könyvtár irányába, amin keresztül el fogunk jutni a Crystal Cave-be. Na most, egyik utat sem fogom most megcélozni magamnak, mert egy opcionális területre szeretnék most elmenni, úgyhogy warpolunk szépen Anorlondóba. Igen, és ebben nem olyan részletes a bonfire-ök közti utazás, mint a későbbi részekben. Itt csak a fontosabb bonfire-ök közt lehet elmenni. Igen. Na várjál, gondolkodom. Igen. Szóval, hogyha őt megölöm most, akkor kapok egy Firekeeper szólt. És szerintem most jött el az ideje, hogy megöljem ezt a Firekeepert. Mert lassan nem fog kelleni a segítsége. Ja. Úgyhogy öljük meg. Jó. Ha őt megöljük, ez bűnnek számít, úgy emlékszem. Igen, veszélyes ember vagyok, megvan a Firekeeper szól. Ennek az lett a kellemetlen mellékhatás, hogy ez a bonfire innentől kezdve nem fog működni, mert nincsen meg az őrzője. Viszont akkor mi menjünk tovább, és elmegyünk, tehát a könyvtár az arra van. Na de, én eljövök most erre, és elmegyünk Anorlondó mélyére. Hogyha feljönne a lift, látom, hogy jó pár játékos leesett. Jó, egyébként azt a Firekeepert úgy is megöltük volna. Vagy így, vagy úgy, és így szerintem könnyebb. De ezt majd akkor, hogyha éppen aktuális lesz a történet. Mindegy, azért elmondom most, mert azért annyira azért már aktuális. Tehát az, értsétek a tettemnek a miértjét. Fent a Princess-t meg lehet támadni, és kiderül, hogy ez az Anorlondo az egész csak egy ilyen álca, vagy egy álom, vagy én nem is tudom pontosan, tehát ez itt nem a valóság. És hogyha rátámadunk fent a Princess-re, akkor igen, ott van fenn egy item, a nagy nyíl. És hogyha rátámadunk fent a Princess-re, akkor azt fogjuk megkapni, hogy elsötétedik Anorlondo, és meg tudjuk ölni lent. Tehát egy opcionális boss, bűn. Tehát nem muszáj megölni. Most viszont, igen, ezek most teljesen opcionális dolgok, amiket most tenni fogok. Tehát most az a terület, ahova menni fogok, az is teljesen, tehát nem muszáj megcsinálni. De mivel all boss run-t nyomunk, ezért meg kell, hogy halljon mindenki. És most, hogy ide lejöttünk. Igen, itt van ugye egy bonfire, de én nem ide akartam jönni, hanem szerintem még lejjebb. De ha már itt vagyok, akkor ezt itt felveszem, igen. Illetve ezt a bonfire-t itt begyújtom, meg talán le is ülök hozzá. Bár úgy emlékszem, hogy ez a bonfire, ez nem olyan bonfire, ami ér is valamit. Legalábbis majd, amikor a bosshoz fogunk menni, mert hiába gyújtottuk meg, meg ültünk le, nem itt fogunk újjáéledni, hanem a fő bonfire-nél, ami most már ugye nem fog működni. Hogy nem értem. Na mindegy, akkor menjünk ennél még lejjebb. Vagy nem is kellett volna ennyire lejönnöm. Na mindjárt kiderül. Nem. De le kellett volna ide jönnöm, csak ide kellett volna bemennem. Jó. És remélem, hogy itt nem fogok meghalni. Itt lesz pár szektás. Na jó. Gyere szépen. Egyvágások. Oké. Ha egyvágásban halnak, az nekem mindig jó. Igen, vannak egy jó párom. Ez is megvan.
Gyertek ti is egyesével. Jó, persze, hogy nem egyesével jöttek, hanem mindannyian egyszer. Jó. Itt van a chiller, amit fent levágtam korábban, amikor ott egyensúlyozni kellett a deszkákon. Viszont azt nem vettem észre, hogy az dobott itemet. Nem baj, megoldjuk. Felvesszük, ha már itt van. Egy dobókés volt nála, jó. Sűrűn úgyse használom, de majd lehet, hogy fog kelleni néha. Na most, még vannak, gyere! Menj oda haverhoz és kérje tőle segítséget, légy szíves, hívd ide. Jó. Aha. Egyszerre a kettőt. Jó van, gyertek. Légy bátor, gyere ide egyedül. Gyere haver. Hopp. Hopp. Jó. Na, azt mondja, ez egy magic, amire nekem semmi szükségem nincsen. Ez egy dobókés. Jó. Most, hogyha itt tovább jövünk, itt lesz még egy szektás legalább. Persze dobálják késeket. Egy armor set. Igen, fegyverrel, pajzsal, mindennel együtt. És itt van ez a nagy kép. Na most nem véletlenül mentem vissza az Undead Asylumba, mert ott a cellámban volt egy baba. És az a baba kell ahhoz, hogy ebbe a területbe itt be tudjak menni. Úgyhogy most bemegyünk. Hello! Érintsd meg nyugodtan! Na, ú, de jól néz ki, azt arra. Hát innen visszamenni már nem fogunk, az biztos. Minden tiszta hó, karácsony van, télapó. Na, szóval. Akkor itt rögtön az elején, ha jól emlékszem, lesz egy bonfire. Igen, 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 és elvileg 19 000 szólunk van, amiből már tudunk szintet lépni, úgyhogy le is csicsölök, és emlékszem, hogy újság van, így van. És 20 100 kell majd kerekítve a következő szinthez. És ugye azt mondtam korábban, hogy most majd rámegyünk az életnek a fejlesztésére, hogy minél hosszabb legyen, mert ilyenek fognak történni. Na, illetve a kardam is ugye sebez minket. Viszont, azt megnézem, hogy van-e a nagy nyíl, van nálam csak, akkor elővesszük a nagy nyilat. Igen. Hogy mi? Nem ez a nyílvessző kell hozzá? De nem is ez. Habár de. Szóval ezt itt le lehet lőni. Easy. Nem, nem tudjuk használni, úgyhogy ez marad. És közben beinvédeltek. Aminek... mi? Ja, bonfire-t kaptam, hogy mi az izé, az a Estus-t. Ja, itt egy izé, egy spirit. Ez tudja, hogy játékos lesz. Au. Hogyha ez megöl, akkor fuck. Meghalt. Nem emlékszem, hogy ezen a területen itt lenne spirit, úgyhogy ez szerintem tudja, hogy játékos volt. Aha, jó. És nem is kevés szólt adott. Mindegy, én visszaleülök, nem akarok ezt tudsz elhasználni. Úgyhogy remélem, hogy itt nem nagyon fognak invédelgetni itt a játékosok. Persze. Jó, kezdődik a terület. Broken Sword. Az kell. Egy törött kard, az kell.
Na jól van. Próbáljuk meg okosan. Gyere te egyedül. Na igen. Most gyertek ti. Persze! Ez is megvan. Most ha minden igaz, akkor ez az ajtó itt zár van, és a túloldalról lehet nyitni. Így van. Akkor erre nem megyünk el. Viszont erre itt oldalt fel lehet jönni. Igen. Ez megvan. Hoppá. Persze. Anyád. Jó. Na most velük nagyon vigyázni kell, mert elég szemét harcosok, illetve ellenfelek. Mert hogyha megölöd őket, akkor és meghalnak, akkor csinálnak ki egy ilyet. De úgy látom, hogy csinálnak ezek anélkül is. Mindegy, az a lényeg, hogyha meghalnak, akkor csinálnak egy ilyen felhőt maguk körül, ami megmérgez minket. És viszont tűzre nagyon érzékenyek. Úgyhogy ahogy megölitek, rögtön docs hátra. Hogyha nem akartok mérgezést és folyamatosan csökkenő életet. Ez is megvan. Szép dodge volt. Azt mondja, hogy oda át tudok ugrani. Szerintem nem. Mert itt le lehet jönni. De miért is? Mi van itt lent? Egy nagy patkány. Egy harcos lelke. Jó, várj, itt van még egy. Ezt eddig hogy nem vettem észre? Item? Nem. Nem, itemet nem dobott. Jó, akkor menjünk vissza fel. És akkor menjünk tovább. Várj, itt ezt... Ez is egy törött kardot dobott ki, de miért dobálják a törött kardot, amikor úgyse fogom használni? Persze az ott nyilaz ránk. Ott van egy árnyék. Aha. Ó, és közben jön egy ilyen mocsok. Na, rosszabb, mert toxikot ad. Nem is mérgezést. Au. A toxik az rosszabb, mert jobban szedi a HP-t. Most kíváncsi vagyok, hogy van-e nekem bármi fehér növényem, ami toxik ellen jó. Nem, az nincs. Ugye sanszos, hogy meg fogunk halni nem sokára. Nagyon jó. Várja, valaki leugrott. Jó. Ezt itt le lehet vágni. Igen, arra majd fogunk még menni lefelé, úgyhogy ezzel a testtel majd később fogunk találkozni. Itt egy ablak. Igen. Arra ki lehet menni, meg erre fel. Leesik, jó. Szóval itt fent mi van? Oda szerintem át tudok ugrani. Yep. Egy harcos lelke. Oké. Okay. És itt le lehet mászni. Hova? Ezt tudsz. Az a baj, hogy ez a toxik ez nagyon lassan csökken. Tehát nagyon sokáig rajtunk van és nagyon sok HP-t le tud venni. Ami annyira azért nem jó. Itt van egy patkány. Itt van még egy patkány. Nice dodge. Ez egy jó láda. Ó, a szektásoknak a armor szettje. És csak ezért jöttünk le, semmi másért? Jó, hát akkor menjünk vissza. Szék, vigyázz. Jaj! Te hogy kerültél ide? Szerintem valahol itt lógott. Igen, itt. Itt lógott ő. Na jó, másszunk vissza. Tudunk szintet lépni most már.
Jó, azt mondja, hogyha ide leesünk, majdnem meghalunk. És azon gondolkodom, vissza kéne menni a bonfire-höz és okosabban csinálni, mert ez így nagyon nem jó. Aha. Hallj meg. Ez egy lovag lelke, igen. Igen, vele harcolni kell majd. Hoppá, spoiler veszély. Viszont, ha emlékeim nem csalnak, akkor itt lesz a nagy kapu. Nem, itt nem a nagy kapu van, hanem egy sokkal rosszabb hely. Igen, erre kell majd jönni, az ott még nem boss. Az az út az oda fog vezetni minket, a fő boss az itt lesz majd egyébként ennek az útnak a végén. De még egyelőre nem megyünk el oda. Azt mondja, hogy szét kell nézni, mert már az a helyzet, hogy rég jártam ezen a területen. De fel lehet jönni, és lesznek itt ilyen madáremberek. Jó. Au. Lehet, hogy nem volt jó ötlet ide leugrani. Habár, de vissza tudok jönni a lépcsőre. Jó, óvatosan, mert valamelyik úgy gondolta, hogy vicces korlát nélküli lépcsőt csinálni. Jó. Ezek, ha jól látom, három vágásba halnak, én meg majdnem magamtól meghalok. Ezt mondja. Igen, ez is kell. Ez online tárgy, multi. Akkor itt fent más már nincsen. Úgysem hihetetlen. Az Estusomnak a több mint a fele elment, és csak félig ment le a toxikunk. Úgyhogy én amondó vagyok. Visszamegyünk a bonfire-hez. Mert egy szint van nálunk lélekben, azt el kéne költeni. Így. És 5 darab Estus. Ó, bakker. Akkor ezt felvisszük ezért 10-re. Igen. Ezt felvisszük 10-re. Mert erre a területre édes kevés egyébként az 5 Estus. Főleg így. Most akkor megpróbálok okosabban menni. Jó. És akkor menjünk vissza. Az út az már adott. Igen. Hopp. Jó, őket ide lecsalogatom a lépcsőzben, fentről az IS ide nem tud lelőni. Legalábbis bízom benne, hogy nem. Au. Au. Jó van, csak innom kell egyet. Ez is megvan. Jó. Ez fágott. Érdekes egyébként, hogy tűzre érzékenyek és tűztámadásuk is van. Jó. Akkor haladjunk tovább. Igen, ott az IS. A mindjárt őt is elkapjuk. Újra. Itt van egy árnyék, és nem tudom, hogy honnan van. Jó. És akkor most fog jönni az a rész, hogy... Lehet, hogy én őket békén hagyom. Aha, csak nem ide kellett volna kijönni. Onnan nem tudok hova elmenni. Viszonylag jól jöttem ki a dologból. Lehetett volna sokkal rosszabb is. Oké. Okay. És akkor most. Persze, haver. Nincsen semmi baj, próbálj csak megölni. Mm-hmm. Ezt megint nem tudtam levágni. Hát persze, rúgni azt tudok. Na szóval,
Most, amerre menni fogunk, az erre lefelé. Nem tudunk itt lemenni, hanem erre. Igen, itt erre. Erre semmi. Hú, bakker. Az a baj, hogy ez a terület ez nagyon rossz lesz. És akkor erre kell jönnöm. Mindenféleképpen. Szevasz, madár! Oké. Okay. Tehát újra. Menj innen. Ezt az ajtót kéne kinyitni shortcutnak, de basszus, rohadt messzi van még. Azt mondja, hogy... Egyszer, kétszer, háromszor. Jött az IS. Igen. Jöttek ezek a hülye toxikus szarok. Az a baj, hogy kettem. Most viszont jó, hogy itt volt a korlát, mert megint leugrottam volna. Jó. Spuri, 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 spuri. Jó, egy esztus bepuszilom. Au, au. Jó, hol haltam meg? Itt valahol. Igen, itt lóg a pali. De tudjuk vágni? Nem. Jó. Még egy gesztus. És bízom benne, hogy ezek nem nagyon jönnek majd utána, egy idő után elfáradnak. De az a lényeg, hogy nem itt haltam meg, hanem ott a túloldalt. Jó, akkor erre le kell jönnöm mindenféleképpen. Mi? Azt hittem, úgy hallottam, hogy valaki jön utánam. És itt haltam meg, és itt jön az a hülye madár, aki az előbb megölt. Anyád? Nya! Jó, ez megvan. És akkor most fog jönni az a rész, hogy... Ki tudom nyitni ezt az ajtót? Nem. Nem tudom kinyitni ezt az ajtót. Viszont ezen át kell mennem mindenféleképpen. És... Itt kötünk ki. Ők mind támadni fognak egyébként. Oké. Nagyon jó farmoló lehetőség egyébként. Csak az a baj, hogy pajzs van mindegyik előtt. Jó. Gyere te is. Bakker, azért még vannak? Jó sokan. Aha. Erről nem volt szó, hogy dobáltak is. Azt elfelejtettem. Na várjatok, fedezékbe, fedezékbe. HP. Azt valahogy elfelejtettem, azt hittem, hogy csak szurkálnak.
Oké. Tehát elvileg elfogyott az összes. De nem, még itt van egy. Jó. És akkor most, hogy ezek megvannak, ezt a szobrot valahogy el lehet forgatni, hogy amarra nézzem. Másik oldalra. De várj, itt van egy ajtó, azt tudom nyitni. Ezt tudom nyitni, és ez fog minket elhozni a bonfire-höz, a játék, hogy mi a pálya elején. Úgyhogy megvan a shortcut, aminek nagyon örülünk, és level up-olunk. Rámegyünk megint a HP-re. Jó. A HP az fontos. Persze. Jó, ölj meg! Légy szíves! Köszi! You died! Igen, egyébként rohadt egyszerű ellenfelek, tehát együttésbe belehalnak meg minden. Csak az a baj, hogy elkezdenek egy sorozatot, meg bekapsz egy ütést tőlük, és akkor annyi. Most nézd meg, ez is mit művel. Így rám rással. Na jó, menjünk tovább. Persze, szállj már le rólam. Igen, ők viszont újra spónolnak. Erre is elnézünk. Ohohohoho. Igen. Nem. Hogy ezt benézem állandóan. Itt is van valami lelke. Lovag lelke. Gyere haver! Várjál, most tanulunk. Jó. És itt egyébként van egy spirit NPC. Hogyha emberként jöttök ide. És nem tudom eldönteni, mi ez a hang. Ha! Ennyi nem? Fel tudunk menni? Nem. Hol megyünk fel? Jár. Aha. Itt van egy írás valamelyik játékostól. Ja, igen, az item. Igen, egy játékos leírta ide nekünk segítségnek, hogy ott van egy garázslat. Na, akkor nyomunk egy esztuszt. És akkor visszajövünk. Velük most egyelőre nem akarok foglalkozni újra, pedig lehet, hogy muszáj lesz. De, itt van egy item. Egy humanity. Itt fel lehet jönni, és itt vagyunk a falon. Aha. Aha, az önfeláldozás gyűrűje, az fontos lesz, nem is olyan sokára. És akkor itt van egy létra. Az egyik lehető legrosszabb helyre jöttem most be. És nevezzetek gyávának, meg mindennek, de ide kell a pajzs. Hát ez a hely, ez undorító. Szűk. Támadni nem tudok, mert elakad a falban a kard. Hát csodálatos. Tényleg. Na jól van, anyátokat akkor. Igen, sokkal lassabban mozgunk. Vigyázzak a csontvázakra, kösz! Tudtam ám.
Ja, itt volt egy titkos fa, kedves. Ja, csak az egy baj van, hogy a katonát nem tudom egy kézben használni. Jó. Hát majd átváltunk kétkezesbe, amikor lehet támadni. Szóval ez is egy titkos fa. És ha jól emlékszem, mindenhol ilyen hülye gurulgatós csontváz van. Igen. Ez egy kulcs. De hová? Tehát akkor ide mindenféleképpen le kell, hogy jöjjek. De... Aj, nem akarom ezt a helyet. Titkos van. És a csontváz itt van már, és többen vannak, mert miért ne lennének többen? Au. Au. Melyik olyan fegyvert tudnám elvinni magammal, aminek viszonylag jó sebzése, és tudom egy kézben használni, és nem akad el a falban. Bocs, Rencuk, de ez most muszáj. Jó. Így fogok lemenni a csontvázakhoz, nem érdekel. Jó egyébként ez a elektromos dárda. Na, jól van. Újra. És kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogok sebezni egy ilyen csontvázon. De persze! Bassza meg! Ki volt az az elmeháborodott félkegyelmű, aki ezt ide kitalálta? Na jól van. Takarodjatok. Várjál már. Nem itt nyitok ki valami ajtót? Jön... Várjál, itt van egy ajtom. Hehehe. Jaj, de jók vagytok. Au. Ezt le lehet innen vágni, igen. Egy lovaglelk, és persze onnan fentről lőjél le. Ez hová hoz minket? Jó, ez vissza. És amarra nem tudok elmenni valami más úton? Hogy itt erre lefelé. Itt van egy létra lefelé, igen. És ez szerintem megint a csontvázakhoz hoz engem le. Igen, ott látom az egyik csontvázat, ott gurulgat, de itt is van egy a sarokban, meg ott is van egy. És már jön is. Jó, egy megvan.
Jöhetnétek. Jó, Estus. Még mielőtt meghalnék, meg mondjuk a saját kardom ölne meg. És az a baj... Aha. Gyorsan szaladjunk utána. A kurva száj. Na! Remélem, hogy elfogytak. Nem, van még. Na jó. Az eldölt. Jó, hogy olyan sokat nem lehet egyébként látni. Igen, ez egy lélek, és ide kellett eljönnöm ezt eltekerni, ez fogja megtekerni a szobrot fent. Jézus Mária! Új lehetőség. És ha jól emlékszem, az fog menni a boss irányába. Semmi. Itt a sok csontváz, akkor innen ki is mehettünk akár. És akkor én abban a szűk helyben nem mennék már vissza, mert fölösleges. Oké. Na várjál, igen. Aj, de szétszóródtatok. Jó, én amondó vagyok. Hogy... Bonfire. És akkor ez nekem nem kell meg ez sem. Jó, mehetünk tovább. És a társad, az meg ott bújik el a hordó mögött. Csak tudnám, hogy onnan hogy vesznek észre, amikor épp csak a fejem dugom ki itt a lépcsőnél. Ez érdekes. Mindegy, az a lényeg, hogy ott az az ajtó nyitva van, ugye, amit eddig nem tudtunk kinyitni. Úgyhogy elmegyünk mindjárt arra, csak még itt ezt megnézem, hogy ez itt ez mi ez. Főleg, hogy itt van egy ajtó, amit szerintem a kulccsal nyitok ki, amit felvettem lent a csontiknál. Így van. És ez hova visz minket fel? Ó. Oh. Ó! Oh. Jó. Oké. Okay. Jaj, de aranyos vagy, a rohadt anyára. Jó, hogy többen vagytok. Mennyien vagytok? Ezért megérte. Ja, várj, nem. Ezért nem érte meg ide lejönni, mert nem fog garázsolni. Itt viszont van egy item. Ez egy armor set, ezért viszont valószínűleg, hogy megérte, de majd megnézzük később. Igen. Itt csak le tudok esni. Tulajdonképpen... Itt van egy madárember. Merre megyek le? Nem erre, hanem... Ja, itt oldalt, ahol feljöttem. Jó van. Igen. Ezt itt szét lehet ütni. Meg itt erre el lehet jönni erre tovább. Erre is elnézünk mindenfelé.
Ketten vannak. Ajú? Na nem. Jó, nem ugrottam el időben, szép volt Pisti. Ez egy sötét varázs, vagy parázs. Ezt majd nem is tudom, hogy melyik kovácsnak kell odaadni. De szerintem ezt már nem Andrénak. Ez vagy a Norlondóba kovácsnál, vagy a Londo Ruinsnál. Itt jöttem, igen. Itt törtem be az ajtót. Itt van egy item. Bökő. Oké. Na most. Csinálunk egy olyat, hogy visszamegyünk a bonfire-höz, a zseblelkeket elpattintjuk, és hogyha tudunk, akkor szintet lépünk, és elmegyünk a boss irányába, mert most már lassan az fog jönni. Igen. Ők még mindig ott vannak harci állásban. Jó, ez a terület tetszik. Egyébként. Nem olyan nagy, de... De azért összetett. A pálya dizájn az ebben is eléggé király. Na nézzük akkor a zseblelkeket. Mind az ötöt elnyomjuk. Az 10 000. És 23 000-ből szerintem tudok lépni egy szinte. Mert rá is rakok az életre egyből. Jó. Akkor gyere haver. Gyere csak. Na, és akkor most már tényleg elmegyünk a boss irányába. Vagy legalábbis remélem, hogy nem fogok elkalandozni sem erre most már. Öcsém, hátba támadnak. Itt valahol van lenne egy madár. Vagy nem? Na jó. Még a boss előtt. Még a boss előtt csinálni akarok egy olyat, amit lehet, hogy meg fogok bánni. De őt meg akarom ölni. Jó, ilyenkor futás van. Na szóval. Itt hogy lehet megölni? Jó, nehezen. Futi. Csapkodni kell a lábát, és figyelni, hogy mit tevékenykedik. Most megint futás van. Mert csapkod is ám elég rendesen a kis szemét. Na, fél HP-s. Jó, most oda a másik lábához kezdett el okárni. Majdnem meghaltam. Túl sokat vállaltam be. Az volt a baj. Futi. HP. Már nincs sok, mindjárt meghal. Csak most nem tudom, hogy melyik oldalra támad. A másik lábához. Tökéletes. Hopp. Hopp. Nem, egyébként nem nehéz, csak oda kell figyelni. Na. Szóval, hogyha ez megvan, ő dob nekünk Dragon Scale-t, ami ugye sárkány pikke, és ugye a sárkány alapú, ez mi? Ez még egy? Ugye ez itt ez mi? Ez egy bug. Vagy én nem tudom mi. Hogyha erre rávágok, akkor nem történik semmi. Pedig úgy emlékeztem, hogy itt le lehet ugrani a bosshoz. De akkor ezek szerint nem. Legalábbis a Prepare to Die-ba úgy volt, hogy itt a Muxót, hogyha megölöd, akkor itt le lehet ugrani a hídnak a végén, és akkor a... Mert tulajdonképpen most a bosshoz vezető út felett vagyok.
mert a boss az ott van szemben, és ott fogok lent végig sétálni. Érdekes. Mindegy, lehet, hogy ez nálam egy bug volt, lehet, hogy nem. Egy a lényeg, megyünk bosztolni. Hú, basszus, na jól van. Itt lesznek íjászok, meg minden szép finomság, amit el tudtok képzelni. Egy íjász, még egy íj, ott van egy bent. Egy Annality. És a backstep az nem vesz le HP-t a Chaos Blade-nél. Az nem vesz le HP-t. Jó, innentől kezdve csak Annality-t fogok nyomni mindenkinek. Te eddig hol voltál? Meg jó, hogy ilyen könnyen ölhető. Large Titanite Shard. Az fontos. Na jó. Tehát ez lesz a boss runnunk, srácok. Úgyhogy okosan. És ez a boss egy különleges boss egyébként. Mert... ő rögtön itt van és nem támad ránk. Lehet vele beszélgetni. És mindjárt mond olyat, ami ki fog akasztani szerintem mindenkit. Igen, most próbál meggyőzni minket, hogy térjünk vissza a saját világunkba, mert hogy ez egy békés hely. Hát nekem nem úgy tűnt, mintha olyan nagyon békés lenne. This land is peaceful. Nem. Ez a hely egyáltalán nem békés. Na most, őt vagy megölitek, vagy nem. Őt nem muszáj megölni, de ha megölitek, az bűnnek számít, azt nagyon jól tudom. Szóval, ha nem akarjátok megölni, akkor oda elsétáltok, leugrotok a mélybe, és akkor tulajdonképpen nem meghaltok, hanem a saját világotokba fogtok visszatérni. Viszont mivel All Boss rám van, Priscilla, sajnos vesznet kell. És akkor figyelni kell a hóban a lépteit. Mert átmegy láthatatlanba. És hogyha egy pár vágást bekap, akkor megmutatja magát, illetve le lehet vágni a farkát. Amit én most nem fogok levágni, de egyébként nem egy nehéz boss. Vagy az én karakterem van már túl fejlődve hozzá, és kaptunk egy teljesítményt. Defeat Crossbreed Priscilla. Jó. Tehát Priscillát megöltük. És akkor most, ha már annyira békés ez a hely, akkor hagyjuk itt. És akkor visszatérünk a saját világunkba, és akkor ez a festett világ az ennyi is volt. Hopp, ugrik. 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 Nem mer ugrani. Dehogy nem. Szabadon zuhanok! Tankcsapda. Hügy! Na. Az egész jól ment ahhoz képest, és kaptunk Humbard bont. És visszakerültünk... Anorlondóba, és újra itt van minden egyes szektás. És hogyha most ők megölnek, akkor az a 42.000 szól, az veszélybe fog kerülni. Na mindegy. Megpróbálok itt oldalt elszaladni mellettük, hát ha békén hagynak. Szaladj, 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 szaladj. Run! Aha, persze, és jön utánam az összes.
Na mindegy, megoldjuk okosban, mert most fog jönni az a rész, hogy ide lejövünk és leülünk a bonfire-höz és elköltjük ezt a sok szólt. Pedig olyan jó lett volna Priscillának levágni a farkát. És egyébként Sovinál láttam, hogy ő neki az az elmélet, hogy Priscilla a Sithnek a lánya. Tehát a kristálysárkánynak, ugye a pikkelytelennek. Mert sárkány alapú bosszoknak lehet csak levágni a farkát, és abból ugye fegyvert nyerni. Egyébként, hogyha levágtuk volna Priscillának a farkát, akkor egy tört kaptunk volna. Egy szintet tudok lépni. Nagyon jó. Az is a HP-ra megy. És neki az az elmélete, hogy a pikkelytelennek a lánya Priscilla. És elvileg egy nem kívánt gyermek. Mindegy, ha, aki erre kíváncsi, az lecsen át Sovihoz. Ő elmagyarázza pontosabban. Én ilyen mélyen nem mentem bele sosem a Dark Souls-nak a világába. Viszont itt vettem fel az előbb egy gyűrűt, ami... Melyik volt? Igen, igen. Ez? Nem ez. Akkor nem tudom, melyik gyűrűt vettem itt fel az előbb. Vagy ezt? Nem. Na mindegy. HP. Jó. Visszaveszünk az életgyűrűt. És akkor van 20 000 lelkünk. Mennyi kell egy szinthez? 22 000. Jó, akkor zseblélek. Pattintunk zseblelket. Mert van egy jó pár. Persze. És ez mennyit ad? Ha 3 darab 9 000, akkor 3 000 ér darabja. Level up, és ha rámegyek a dexre. Igen, 40-től már nem úgy számol, hogy kéne. Az király. 40-től, 40-es szinttől már a dex az nem úgy fog számolni, hogy minden egyes szintnél ugye a karakterünk erősödik, ugye támadáson. Most per pillanat csak a defense javulna. Most egy picit rámegyünk az életre, meg a staminára. Viszont srácok, én elköszönöm tőletek. A festett világot megjártuk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha támogatni szeretnétek, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá a kis csengőre, és akkor értesültök az új feltöltésekről. A leírásban van egy Facebook link. Lájkoljátok be azt is, kövessetek ott is. És a következő részben találkozunk. Sziasztok!